Abátszalókon a városnapi ünnepség keretében leplezték le Györfi Sándor, Kossuth díjas szobrászművész új alkotását, amely ezentúl a Tiszató parti kisvárost fogja ékesíteni a művelődési ház előtti parkban. A városnapon Balogh Gyula polgármester köszöntötte az ünneplőket. Külön öröm számomra, hogy a térség szülötte Györfi Sándor szobrászművész úr alkotása az emlékmű. Köszönöm neki településünk iránti szeretetét, mi rendkívül büszkék vagyunk köztereinket díszítő alkotásaira. Ennek az emlékhelynek a létrejötte is kiválóan mutatja, hogy összefogással, közös egyetértéssel, munkával és a fejlődésbe vetett hittel milyen sikereket tudunk elérni. Erre az útra tettünk fel jövőnket, Abátszalók sikereit és fejlődését. Erőt, támaszt akarunk nyerni a történelmünkből, hogy sikeresen munkálkodhassunk a jövőn. És itt állnak a jövőnket meghatározó fiataljaink is, akik most lépnek a felnőtté válás küszöbére. Rövid idő múlva megkapják az építő tégláikat, hogy ezzel a jelképpel kezdjenek el ők is alkotó munkát végezni településünkért, hazánkért, családjaikért. Minden évben itt szoktak velünk lenni testvértelepüléseink, a lengyelországi Zsepienik-Strizevszki és az erdélyi Maros megyei Backamadaras delegációi is, akikkel nagyon szoros kapcsolatunk van. Együtt szoktunk örülni egymás sikereinek, fejlődésének. A járvány miatt személyesen nem, de ők most is itt vannak jelen velünk, lélekben. Nagyon várják már a személyes találkozást, és kíváncsiak az új beruházásainkra, a dinamikus megújulásunkra. Köszönet illeti mindazokat, akik a településünk fejlődéséhez támogatást nyújtanak, köszönet a döntéshozóknak, köszönet képviselő úrnak, elnök úrnak, hogy mindig itt vannak velünk, egyengetik utunkat, támogatnak bennünket terveinkben, és hogy közösen tudunk gondolkodni fejlesztéseinkben. A polgármester beszéde után F. Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési képviselője szólt a jelenlévőkhöz. Abátszalókra mi sem jellemző jobban, mint a tégla, amiből az emlékmű épült, a tégla, amit a nagykorúvá vált abátszalóki gyerekek kapnak. Hiszen mi is ez a tégla? Egy agyag, egy puha valami, amit a víz elmos, a marok közül szétfolyik, egy puha, képlékeny, ide-odra sodródó anyag. De ha az élet, a tanulás, a munka megkeményíti, mint ahogy a tűz, akkor a kőnél is keményebb tud lenni. És egy tégla, ami már keményebb a kőnél, önmagában nem ér semmit. Csak egy tégla, egy súly, egy nehezék, egy kődarab. De ezt a téglát a malterral összefogjuk. Ha ezek a téglák egymás mellé kerülnek, egymásra épülnek, akkor lesz belőle családi ház, lesz belőle templom, lesz belőle város. Egy újjáépült, erős város. Én kívánom Abátszalók minden lakójának, minden múltban itt élt emberének, minden jövendőbeli lakójának, hogy építse ezt kőről kőre, tégláról téglára, hogy ez a város 100 esztendő múlva is szép, erős, és mindenki által ismert legyen. A beszédek sorát Hubay Imre, a megyei közgyűlés elnöke követte, és osztotta meg gondolatait, méltatva a város fejlődését, gazdag és tanulságos történelmét, valamint mindehhez méltó kulturális életét. 15 éve kapott városi rangot Abátszalók. Mi minden történt azóta? Ha most szétnézünk a településen és a Tiszató környékén, elképesztő változásokat látunk. Soha ilyen mértékű források nem érkeztek még a térségbe, melynek első eredményeit mára már önök, abátszalókiak is jól láthatják, érezhetik. Folyamatosan szépül a településkép, új tanúszoda, orvosi és védőnői rendelő épült, a régi szabad strandot felváltotta egy modern, vadonatúj strand, új rendezvénytérrel, csúszdával, turinformirodával,
és számos vendégbarát szolgáltatással, és hamarosan lesz szép új termelői piaca is a bátszalóknak. De ami nagyon fontos a jövőre nézve, az az, hogy a tervek nem fogytak el. Polgármester úr és csapata folyamatosan azért dolgozik a megye vezetésével és a térség országgyűlési képviselőjével, hogy a bátszalók és a Tiszató hazánk egyik legkedveltebb és leglátogatottabb természetközeli desztinációja, aktív turisztikai célpontja legyen, a gazdaság fejlődjön, az infrastruktúra megújulhasson, és minél több új munkahely létesüljön, röviden és tömören önök érezzék, hogy jó itt élni. Az ünnepségen bemutatták az Avádi Rév emlékművet, mely Györfi Sándor szobrászművész alkotása. Pacsai Norbert, a Helyi Értéktárt Bizottság elnökének multidézése után dr. Abádi Nagy Zoltán a város díszpolgára tartott előadást a helyi identitásról. Az ünnepség keretében átadták a város kitüntető díjait, majd a hagyományoknak megfelelően sor került a 2020-ban 18. életévüket betöltött abátszalóki nagykorúak avatására.